Már kora reggel nagyüzemben a nyíregyházi városi sportuszodában versenyzők, szeniorúszók, gyerekek edzenek a medencében. A nyíregyházi sportcentrum úszói már január 3-án elkezdték a felkészülést, ezen a hétvégén pedig közülük öten rangos mezőnyben tesztelhetik formájukat. Barna Bianca 2006-os korosztályához csatlakozva, ugye 2006-os fiúk közül Csernyik Dánielt, Molnár Fruzsinát, illetve Fekete Vivient, valamint Lénát Esztert neveztem a 6. Winterfestre, ez Stuttgartban van. Vadonatúj úszodát adtak át tavaly évvégén, és egy nagyon jó német klubokkal tűzdelt verseny, ahol még svájciak is jelen vannak. Ez egy felhozó szintfelmérő verseny lesz. Sportcentrum biztosít minden lehetőséget hozzá. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket szeretnénk motiválni, akkor ez nagyon fontos, hogy sokszor olyan kitekintést is kapjanak, ami nem csak a megszokott környezetből vonatkozik. Stankovics Anna egyelőre a megszokott környezetben készül. A sokszoros magyar bajnok ebben az évben már az olimpiai kvalifikációt szem előtt tartva építette fel versenyprogramját. Ugye az első nagy lépcsőfok az a országos bajnokság lesz április végén. Addig még lesz minimum egy felkészülési versenyünk, hiszen jövő hét utáni héten lesz itt a Szabolcs Kupa, úgyhogy az lesz az év első versenye. Utána április végén az országos bajnokság, ott leginkább a 50-100 merre, illetve az 50 gyorsra fogunk fókuszálni, de leginkább akkor is az 50-es versenyszámokra, illetve ami nyáron lesz mindenképpen nekem, az azt gondolom, hogy az univerziádé, amire az elsődleges fókusz kell tennünk, az, hogy mellette esetleg sikerül-e más világversenyre is kijutni, azt meg majd meglátjuk. Egyre nehezebb az olimpiára kijutni, ezt láttuk a tokiói induláson is. Szintek azóta is erősödtek, hiszen eddig az előző olimpia 16. helyezettjének az ideje volt az A szint, most ezt levitték Tokióra a 14-re, most meg már a 12. helyre, úgyhogy egyre nehezebb, de megpróbáljuk megugorni ezt a lépcsőfokot is. Bár Szollár Gergő tanítványa mellúszásban érte el eddigi sikereit, tavalyi eredményének köszönhetően a gyorsúszás is előtérbe került a felkészülésében. Olimpia szempontjából az 50 gyors úszásra álltunk át, rövidebb távot szeretnénk most megcélozni. Az előző évben nagyon jól ment az 50 gyors szereplése Annának, ugye egyetemi Európa-bajnok lett 50 méter gyors úszásban, most ez van fókuszban. A 100 méter mellett egy picikét parkolópályán van, de azt sem adjuk föl. Nyilvánvalóan ott a szintedő véleményem szerint egy picikét erősebb erre az olimpiára, de nyilvánvalóan nem engedjük el, megpróbáljuk azt is megúszni, de jelen pillanatban az 50 gyors a fő fókusz. Illetve az univerzitás szempontjából az 50 méteres mellúszás, ami Annának ugye a kedvenc, illetve a főszáma, ahol országos csúcstartó, arra fókuszálunk. Az NSC kupát február 25-én rendezik meg hazai, román és szlovák úszók részvételével. A felnőtt bajnokságnak április 19-től 4 napon keresztül Kaposvár ad majd otthont. Nyáron pedig junior és felnőtt világbajnokság, ifjúsági és U23-as Európa-bajnokság, valamint univerziádé is szerepel a sportág versenynaptárában.